Horthy Miklós 1919. augusztus 18-án a szövetséges katonai misszió előtt jelentette be, hogy amint arra engedélyt kap, 4 napon belül tényleges haderővel rendelkezik, és helyreállítja a rendet Magyarországon. Horthy helyesen ismerte fel, hogy az űrzavaros helyzetben kizárólag egy összefogott fegyveres erő képviselhet reális hatalmat. George Russell Clark brit diplomata végül vele állapodott meg arról, hogy a román kivonulás után a nemzeti hadsereg vegye át az ellenőrzést a kifosztott Budapesten. Olyan rendetlen szituációban én azt gondolom, hogy ő valahogy meg tudta győzni az angolokat és azt hiszem a franciákat, hogy ő neki van egy képe, hogy mit lehetne Magyarországon létrehozni, és hogy ez valahogy tetszett nekik. Amit ő mesélt nekem, az mindig az volt, hogy miután bevonult Budapestre, ő azt érezte, hogy letette a felelősségét, amit megkértek tőle, azt megcsinálta. A románok már nem voltak Magyarországon, és akkor hazament Kenderesre, és várta, hogy mi lesz. Mikor hívták, hogy elfogadja a kormányzó tisztséget, ő ezen meglepedett, és nem is fogadta el, mert azt mondta nekem, hogy előtte már olvasta az újságban, hogy a kormányzó ez egy olyan figura lesz, akinek semmi hatalma sincs, és ő neki ez nem tetszett. Azt mondták neki, hát írd fel, hogy mi a feltételed, és mi aláírjuk. Hogy kinevezhesse a miniszterelnököt, hogy háborút indíthat külföldön, és békét köthet. És ez később nagyon fontos lett az utolsó időben. Ezzel a parlament nagyon gyorsan megegyezett. A trianoni békeszerződés a Versailles békerendszer részeként született meg, melyet a világháború lezárását követően egy másfél éves konferencia készített elő. Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy 2/3-át. Ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű 20 milliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres 7 millió lakos számláló kisállammá vált. Az ember megérti, hogy háború után az ember elveszít területeket, de hogy 2/3-át elveszíti egy ország, az már nem logikus. További katasztrófa mindebből ered, de valahogy talpra jött az ország. A 20-as években egy olyan csoda történt Magyarországon, hogy ez a teljesen levert, lesújtott csonka ország, amit működött, tovább működött. Lehetetlen, hogy egy ember tud ilyesmit csinálni. Ez nem úgy működik a világ. Hogyha ez sikerült, akkor ez csak azért sikerülhetett, mert ő tudott együttműködni olyanokkal, akik többet tudtak, mint ő, mint a Bethlen István, mint például a Klebersberg és a Weizmann, az iparosok. És az ország működött, tovább működött. Annak idején két ország volt, akik próbálkoztak az első világháború utáni rendszert megváltoztatni. Az oroszok, a szovjetek és a németek. És annak idején persze Magyarországon nem volt esély a szovjetekkel együttműködni. Úgyhogy nem volt egyéb, mint a németek.
Németország ugyanolyan állapotban volt a háborúban, mint mi. Az volt, ami Hitlerhez vezetett. És akkor az eleinte mindenki tudta, hogy ez Hitler az egyféle ilyen gazember, de valahogy azt remélték, hogy a jobb oldala kijön, és közben mindent helyrehoz. Mert eleinte úgy nézett ki. A német sikerek láttán Magyarország nagy fegyverkezési programba kezdett, azzal a reménnyel, hogy a Trianonban elvesztett területeket visszaszerezheti Németország támogatásával. Az nekem világos, hogy nagypapa nem tudta, hogy mit kell kezdeni egy ilyen emberrel, mint a Hitler. Amikor a helyzet romlik, akkor az emberek valahogy remélik, hogy egy erélyes gazember az valahogy helyrehozza a dolgokat. 1938-ban Magyarország részesült Csehszlovákia szétdarabolásából. Ez volt a birodalom számos ajándéka közül az első, ami gyógyír volt a Trianonnal sérült magyar büszkeségre. Az idegen uralom nehéz idejében kemény magyarnak lenni becsület dolga. Komárom kitartott magyar becsületében, és ma az ősi Szent András templom tornyán újra a mi zászlónk leng. 1941-re Magyarország nem volt többé csonka ország. A visszacsatolásokkal csak nem megkétszerezte területét, és még mindig szuverén állam volt. A nemzet ősi erényeibe vetett bizalommal üdvözlöm az országgyűlés tagjait. Ebben az ünnepi órában hálát kell adnunk a mindenhatónak azért, hogy a most összegyűlt országgyűlés egy immár területben és népességben megnagyobbodott Magyarország törvényhozó testülete lehet. Felhívom az országgyűlést, hogy törvényhozó munkáját történeti alkotmányunk szellemében népünk ősi erényeihez és nemes magyar jogfelfogásunkhoz igazodva végezze, és az ezer éves nemzeti hagyományok és a korszerű szociális törekvések szellemében építse tovább a magyar állam sok vihart kiállott épületét. Édesanyám többször mesélte nekem, hogy az ő családja egy ilyen nagy arisztokrata család volt. Az édesanyám anyja, a Piacevics grófnő, ő ott hagyta az egész családot, mikor az édesanyám még nagyon kicsi volt, azt hiszem egy éves volt, és elment egy szomszéd férfival. Ebből a családból, mikor hozzáment az édesapámhoz, ez egy óriási változás volt a Horthy családba belépni, mert én persze nem értem a magyar arisztokraciai rangokat, de többször hallottam már mondani, hát a Horthyak nem arisztokraták. De ebben az járt, hogy a családban nagyon közvetlen volt mindenki. Egy nagyon mély szeretet volt a családban a nagyszülők között, és a nagyszülők és a gyerekeik között. Úgyhogy ez az édesanyámnak egy új világ volt, azt hiszem.
Én mindig hallottam, hogy a Horthy mítosz mennyire kiterjedt, pláne Kenderesen. De bocsánat, én Kenderesen ez nem volt egy mítosz, Kenderesen ismerték. A nagypapa ott élt, ott dolgozott, ott lovagolt a földeken. Úgyhogy ez nem egy mítosz volt, ez egy igazi érzés volt. És ez miért volt? Miért szerették annyira a nagypapát? Azért, mert ő mindenkit szeretett. Ez teljesen eltér ettől a katona képből. Valaki, aki mindig egyenruhában van, nagyon komoly arccal. Az emberek nem tudják, hogy a nagypapám arca azért nézett úgy ki, mert gyerekkorában, mikor Pólában, tengeri akadémián tanult, ő volt mindig a legfelsőbb ezeken a vitorlás hajókon, és egyszer valaki elengedett egy kötelet, és lezuhant. De útközben úgy kapkodott, és valahogy megenyhítette az esését, és csak az arcát teljesen összetörte. Úgyhogy ebből kapott egy ilyen, és ezt a burgonya orrot, ami rajta volt, ezt akkor kaptam. A családi akarattal szembeszegülve, 1882 őszén Miklós saját elhatározásból lépett a halálos balesetet szenvedett bátyja helyére a Fiumei Tengerészeti Akadémián. 1886. október 7-én avatták az osztrák-magyar hadiflotta másodosztályú tengerész hadapródjává. Kiváló sportember lévén nagy tekintét vívott ki a helyi úri körökben. Megnyerő modora és az általa beszélt nyelvek a társasági körökben szívesen látott emberré tették. Később pedig 1909 és 1914 között első Ferenc József király szánt segédje volt. Emlékirataiban hangsúlyozott tisztelettel emlékezett meg az uralkodóról. Június 26-án egy máig tisztázatlan eredetű bombatámadás éri Kassát. Horthy azt az információt kapja, hogy a támadógépek szovjet felségjelőek. Magyarország belép a szovjetek elleni háborúba a németek oldalán. Ekkor még Horthy kormányzó ragaszkodott ahhoz a nézetéhez, hogy a magyar zsidók Magyarország problémáját jelentik. És ezt Magyarországnak kell megoldania, de semmiképpen nem a megsemmisítés a cél. Nagyon sok zsidó törvény és zsidó rendelet nehezítette a zsidók életét Magyarországon. Első a numerus clausus. Ezeket a törvényeket nagypapának alá kellett írni. Egy része ezeknek a törvényeknek és rendeleteknek színház volt a németek felé, hogy lássák, hűségesen követjük a zsidó ellenes eljárásokat. De persze voltak olyanok is, akik ezt kihasználták, zsidó vagyonokat átvették. Az, hogy a nagypapa utálta a bolsevizmust, az azért volt, mert az megélte Magyarországon. Egy időig tartott, míg megértette, hogy a nácizmus az majdnem ugyanaz. De hogy ő ezt érezte egy idő múlva, az biztos, mert én emlékszem, ezt nem tőle hallottam, de édesanyámtól, hogy mikor először találkozott Hitlerrel, Hitler még kérdezett, hallgatott másokra, és nagyon érdeklődött a dolgok iránt. Másodszor ő már nagyon rossz benyomást kapott róla. Azt mondta, hogy már egész megváltozott. A szeme úgy homályos lett, és egyszer sem kérdezett semmit, már érezte, hogy ő az uralkodója Európának, és neki nem kell másokra hallgatni. A németek nem is titkolták, hogy a háború után mit csinálnak Magyarországgal, hogy Magyarországból egyszerűen egy német Gau lesz.
Don vidékén küzdő repülő vadászosztály parancsnoka bevetés előtt eligazítja a vadász századok parancsnokait. Ebben a vadász osztályban teljesít szolgálatot a kormányzó helyettes úr is. Én sosem emlékszem édesapámmal való találkozásra. Én őt nem ismertem, másfél éves voltam, mikor meghalt. A nagypapa mindig azt mondta, hogy az édesapám mennyire kiváló ember volt, óriási dolgokat remélt vele kapcsolatban. Kormányzó helyettesi tisztelet az alkotmány értelmében. Az országgyűléssel és a kormányzóval egyetértésben. Az országgyűléssel és a kormányzóval egyetértésben. A felelős minisztérium által gyakorlom. A felelős minisztérium által gyakorlom. És mindent megteszek. És mindent megteszek. Amit az ország javára és dicsőségére igazságosan megtehetek. Amit az ország javára és dicsőségére igazságosan megtehetek. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. A férfiak mindig egyenruhában voltak, és éreztem egy olyan bizonyos feszültséget, amit nehéz ki megmagyarázni. Gondolom, hogy aki ezt hallja, azt mondja, hogy egy kis gyerek hogy tud ilyesmit kitalálni. De ez egy igazi tapasztalat volt, amit nagyon, és ennek nagy hatása volt az egész életemre. Tudomásul vettem, hogy néha volt egy sziréna, és akkor futni kellett, és bementünk egy sötét helységre valahol a hegy közepében. Tudomásul vettem, hogy mikor sétáltam a dajkámmal a kertben, akkor mindig úgy 20 méternyire volt egy férfi alak, aki követett minket. Egy szóval detektívek voltak mindenütt. Ezek biztos befolyásoltak engemet, de a tény az volt, hogy én arra emlékszem abban a szakaszban, hogy nagyon sűrűn és majdnem éjjelenként rossz álmaim voltak. És néha olyan ijesztő álmok voltak, annyira féltem tőlük, hogy nem akartam elaludni. Úgyhogy, és ez egész őszintén megmondhatom, hogy ez pont akkor ért véget, mikor a háború véget ért. A kormányzó úr fogadta a brazíliai magyar diplomaták élén hazatérő fiát, ifjabb vitéz nagybányai Horthy Miklós volt Rio de Janeiro-i követet. Két lány már meghalt, és az édesapám meg azelőtt, úgyhogy Niki bácsi volt az utolsó gyereke. A szovjet sikerekkel és az Egyesült Államok hadba lépésével a németek minden fronton visszavonulni kényszerülnek. Horthy döntési helyzetbe kerül. 1944. március 18-án Kállai Miklós kormányfő tanácsa ellenére Hitlerhez utazott a Führer meghívására. Aki azt mondta a kormányzónak, hogy óvintézkedéseket kell hoznia, mert attól tart, hogy a magyarok kilépnek a háborúból. Mikor Hitlerrel találkozott, Hitler rögtön megmagyarázta, hogy nincs megelégedve Magyarországgal, mert hallotta, hogy ki akarunk ugrani a háborúból, és nincs megelégedve a zsidók elleni törvényekkel. Azért elhatározta, hogy megszállja Magyarországot. És abban a pillanatban nagypapa ott hagyta. Nagypapa mesélte, hogy volt nála egy revolver, és gondolt rá, hogy ez talán egyetlen alkalom Hitlert agyonlőni.
Szombathelyi rávette, hogy mégis menjen vissza és tárgyaljon Hitlerrel. Hitler akkor úgy zsarolta, hogy ha nem marad helyén és nem fogadja el azt az új szituációt, akkor ránk indítja a románokat és a szlovákokat, és beengedi Magyarországra. És nagypapa azt hiszem azt gondolta, na hát akkor ennél még egy jobb lehetőség, hogyha helyben maradok. A megszállás csendben zajlott le. Senki sem tudta, hogy ez egy megszállás. És úgy fogadták a németeket, mintha szabadítók lennének. Sajtó semmit sem mondott mindenről. A lakosság nem tudta, hogy a németek megszállták Magyarországot. 3000 embert letartóztattak. Ezek mind azok voltak, akik hűk voltak nagypapához. Egy érdekes kérdés, hogy tudták a németek, hogy kit kell elvinni, akik talán ellenálltak volna nekik. És hát ez biztos, ezt csak úgy tudhatták, hogy a magyar árulóktól tudták meg, hogy kiket kell letartóztatni. 1944. március 19-től Magyarországot a németek irányították Edmund Wiesenmayer birodalmi megbízott vezetésével. A gazdaság a német terveket szolgálta ki, megkezdődnek az egyeztetések a nyilasok és a németek között. Ott volt a Wiesenmayer, ő volt a király, és a Stójai volt az ő menedzser, aki végrehajtotta a náci követelményeket. Ebben az idő szakaszban volt egy más Magyarország. Nagypapa biztos tudott róla, de nem 100%-osan értette, hogy mennyire megváltozott minden. A magyarországi zsidók megsemmisítését Hitler egyik legfőbb bizalmasára Adolf Eichmannra bízta. Mivel nem volt megfelelő számú német katona a terv végrehajtására, a magyar hatóságok hadható segítségére is szükség volt. Boki László és Endre László belügyminisztériumi államtitkárok mindenben segítették a deportálásokat. Nagypapa már nem számított igazán. És az a csoda, nekem az a csoda, hogy mégis július elejétől októberig valahogy csinált magának egy mozgó teret, hogy mégis el tudott érni egy pár dolgot. Nagyszüleim ismerték a Wallenberg családot. Mint hogy már régen ismerték, gondolom, hogy a Raoul Wallenberg találkozott a nagypapával, mert a Lutz és a Wallenberg egész biztos a nagypapa tudta, hogy mi történik velük, és megengedélyezte ezt. Ez egész biztos. És hát az a tény, hogy az édesanyám ebben a kiugrási irodában, ahol az édesanyám, a Niki, a Toast és a nagypapa voltak benne, hát ennyien voltak, ez részben a zsidókkal is összeköttetést ápolta, úgyhogy így kapta meg a mama az auschwitzi jegyzőkönyvet. Egy ilyen nagy büntet előtt nagyon nehéz a felelősségről beszélni is, mert úgy érzem, hogy mind felelősek vagyunk, még ma is, hogy ez megtörtént. Én meg vagyok győződve, hogy a nagyapám ezt nem akarta, és sőt, azt hiszem, majdnem nem hitte el, hogy ilyen van. De ha van valaki, aki úgy érzi, hogy az ő felelőssége volt, és hát persze ő
ő volt az államfő, úgyhogy talán jogi szempontból felelős is volt. Én legmélyebben a család nevében és a nagyapám nevében, amennyire tudok, mert én nem vagyok ő, de bocsánatot akarok kérni azoktól, akik szenvedtek. Mert mi mind emberek vagyunk, mi mind hibázunk. Lehetetlen, hogy a nagyapám nem hibázott. Persze, hogy hibázott. Csak az Isten tud tökéletesen cselekedni. Úgyhogy illik nekem bocsánatot kérni. Én azt érzem, és ez a mama 100%-osan ezt állította, hogy a nagypapa csak akkor sejtette, hogy mi az igazság, mikor az auschwitzi jegyzőkönyv a kezébe jutott. Július 3-án volt. És látszik is, hogy közvetlen azután állította le a deportációkat. Le tudta váltani Baki és Endre államtitkárokat, akik a deportálásokat szervezték. Még fontosabb, hogy a csendőröket, akik Budapestre jöttek, rávette, hogy hagyják el Budapestet. Az utolsó időben már nagyon nehéz volt ezeket a dolgokat elérni, amit nagypapa próbált akkor elérni. És persze az első rangú dolog volt a kiugrás. Szovjet csapatok átlépik a magyar határt. A világháború befejező szakasza Magyarországra is elért. A kormányzó Hitlerrel szembefordulva titokban tárgyalni kezdett az oroszokkal. Nehéz szívvel bár, de beletörődött abba, hogy hazánknak a békét nem az angol száz hatalmaknál, hanem a Kárpátok vonaláig előre nyomuló szovjeteknél kell kialkudnia. Pont az, ami megtörtént, azt akarta elkerülni, hogy Magyarországból lesz a nagy csata hely, ahol a németek próbálják megállítani az oroszokat. Tábornagy, végső veszélyben forgó népem nevében és érdekében fordulok önhöz. A magyar nép nevében, amelyet ennek a háborúnak kitöréséért semmiféle felelősség nem terhel. Az utolsó évtizedben népünk sorsát a szomszéd német kolosszus befolyásolja. Ennek a befolyásnak a hatása alatt sodródtunk bele ebbe a Szovjetunióval folytatott szerencsétlen háborúba. Amikor delegátusaimat teljhatalommal elküldöm a fegyverszüneti tárgyalásra, kérem önt, hogy kímélje meg ezt a szerencsétlen országot, melynek megvannak a maga történelmi érdemei. Hogy a nagypapa a vége felé, hogy ilyen, csak egy ilyen kis csoportra tudott igazán számítani. Én azt hiszem, ez annak a következménye, hogy félte. Faragó Gábor altábornagy szeptember végén indul Moszkvába. A magyar csendőrség főparancsnoka és Teleki Géza gróf, Teleki Pál fia tárgyalni kezd az oroszokkal, majd október 11-én előzetes egyezményt ír alá a szovjetekkel. A német elhárítás és a Gestapo szinte mindenről tud, és gyors ellenlépéseket tesz. Október 10-én elhurcolják Bakai altábornagyot, Budapest városparancsnokát, aki kidolgozta a németekkel szembeni ellenállás tervét. A budai várban titkos adó működik, melyet a kormányzó fia Miklós és Toszt Szárny segéd kezel. Horthy időt kér, Moszkvába üzen, hogy a fegyverszünet csak október 20-án lépjen hatályba.
A szovjet állam október 16-án jelöl meg egy időpontot, mint végső lehetőséget. Az orosz hadsereg már Debrecenig ért, és Sztálin abban a pillanatban megállt, és várta, hogy a magyar hadsereg szembeáll a németekkel. Horthy október 14-én megfogalmazza rádiószózatát a magyar nemzethez. A kormányzó tervei szerint a másnap október 15-én a déli órákban berendelt Edmund Wiesenmayer német megbízottal szándékozott először közölni az oroszokkal kötött fegyverszünet tényét. A németek mindenről tudnak, kivéve a kiugrás időpontját. Otto Skorzenyit küldik Budapestre Horthy Miklós fiának, a kiugrási bizottság elnökének az elrablására. Otto Skorzenyi Hitler egyik kedvenc katonája, a kényes helyzetek megoldásában gyakran szántak neki szerepet. Ifjabb Horthy Miklós tevékenysége a német hírszerzés központi figyelmét élvezte. A németek aktát is vezettek az ifjabb Horthyról Niki néven. Ezt értette félre Otto Skorzenyi, és a titkos emberrablási akcióját Mickey Mouse akciónak nevezte. A Niki bácsinak volt egy megbeszélés folyamata a jugoszlávokkal, és úgy látszik, hogy a németek ezt megtudták, úgyhogy ők tudták, hogy mikor jön a következő találkozás, és akkor határozták el, hogy Niki bácsit elrabolják. A találkozón Bornemissza Félix eskütéri irodájában ifjabb Horthy Miklós belesétált a németek csapdájába. Rövid tűzharcban két magyar katona meghal. Horthy megpróbál ellenállni, de látja, hogy semmi értelme. Kezét hátra bilincselik, és elkezdik ütni egy gumibottal, miközben németül Horthy disznónak nevezik. Fejére zsákot húznak, és szőnyegbe csavarva leviszik az utcára Bornemisszával együtt. A Mauthauseni koncentrációs táborba viszik őket. Világos, hogy a németek nem Niki bácsira ügyeltek, hanem ezzel a nagypapát akarták zsarolni. És az a fontos, hogy persze nem sikerült, mert Niki bácsi volt az utolsó gyereke, de ő tovább ment és felolvasta a proklamációt, mintha nem lenne semmi. Amióta a nemzet akarata az ország élére állított, a magyar külpolitikai legfontosabb célkitűzése volt a trianoni békeszerződés igazságtalanságainak legalább részbeni megszüntetése a békés úton elérni kívánt revízió által. Ma már minden józanul gondolkodó előtt kétségtelen, hogy a német birodalom ezt a háborút elvesztette. Szomorúan kell megállapítanom, hogy a német birodalom a szövetségi hűséget a maga részéről velünk szemben már régen megszegte. Már hosszabb idő óta a magyar haderőnek egyre újabb és újabb részeit kívánságom és akaratom ellenére az ország határain túl vetette harcba. Az országba benyomult a német politikai rendőrség is, és letartóztatott számos magyar állampolgárt. A német megszállás védelme alatt a Gestapo az általa etéren másutt is követett módszerek alkalmazásával kezébe vette a zsidó kérdésnek az emberiség követelményeivel ellenkező ismert módon való intézését. Történelmi felelősségem tudatában meg kell, hogy tegyek minden lépést abban az irányban, hogy a további felesleges vérontást elkerüljük. Elhatároztam, hogy a magyar nemzet becsületét megőrzöm a volt szövetségessel szemben is. Ezért közöltem a német birodalom itteni képviselőivel, hogy eddigi ellenfeleinkkel előzetes fegyverszünetet kötünk, s velük szemben minden ellenségeskedést beszüntetünk. Minden becsületesen gondolkodó magyar embert pedig felhívok, hogy kövessen a magyarság megmentésének áldozatos útján. A proklamáció elhangzik a rádióban. A magyar csapatok azonban nem tudják, mi a teendő. Nem lépnek. Mi történt, kérdezhetnénk. Lakatos, a miniszterelnök, a proklamációval kihúzta ezt a mondatot,
hogy ettől a pillanattól kezdve mi a németek ellen harcolunk. És volt egy kód, egy titkos kód, ami azt jelentette, hogy most kilépünk a háborúból ebben a pillanatban. Hogyha a hadsereg megkapja ezt a kódot, akkor szembe kell fordulnia a németekhez. És ez úgy hangzott, hogy 1920. március 1-i rendeletem végrehajtandó. Míg a proklamáció elhangzott, akkor úgy volt, hogy a kódot abban a pillanatban kellett volna a hadseregnek átküldeni. De ezt megszabotálták. Mikor a németek körülvették a várat, nagyon korán felébresztett az Ila, és sötétben kellett felöltözni. És mikor lejutottunk a nagy terembe, ott volt a nagypapa egy trenchcoatban, szóval nem, ő majdnem mindig egyenruhában volt, úgyhogy csodálkoztam, hogy trenchcoatban volt, és ő irányított mindenkit, és nekünk várni kellett a lépcsőn. Lépcsőre ültem, emlékszem, és akkor, mikor kész volt az autó, akkor mi négyen elmentünk a nunciatúrára, és ott levittek minket egy pincébe. Az Ilame azt mesélte, hogy mikor ő oda visszajutott a várba, akkor már tele volt német katonával, és már kifosztottak mindent, és a német katonák feküdtek a nagypapa ágyán, és a ruháját felvették, úgyhogy már teljes zűrzavar volt, és nem lehetett könnyű pakolni. Őt meg elvitték a német hadiszállásra, a 60-i palotába, és ott volt ez az egész folyamat a lemondás aláírással. Adtak neki egy dokumentumot, ezt írt alá, hogyha aláírod, akkor a fiad életét megmented, és csatlakozni fog a családhoz útközben. Ha nem írod alá, akkor vége. Nem látod viszont a fiadat. És ő ezt nagyon nyíltan megírja az emlékirataiban, hogy ő rögtön értette, hogy ennek az aláírásnak semmi értéke nincs, mert három géppisztolyos német volt mögötte, és ha nem írja alá, akkor is azt fogják mondani, hogy aláírta, és a szállásit kinevezte. És mondta, hogy ő direkt mondta, hogy akárkit kinevezne, pont szállásit nem. És ekkor megkezdődik az a folyamat, amit Horthy el akart kerülni, amely a teljes reménytelenségbe, pusztulásba taszítja Magyarországot. Működésbe lép a nyilas hatalomátvétel. Én Szálasi Ferenc nemzetvezető. Esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarországhoz hű leszek. Függetlenségét és területét megvédem. És mindent megteszek, amit az ország javára és dicsőségére igazságosan megtehetek. Isten engem úgy segéljen. Az az érdekes, és amit én igazán nem értek, és nem tudom, hogy van-e, aki érti, hogy ezek az emberek, akik ezt szervezték Magyarországon, nem ügyeltek a saját érdekükre sem, mert akkor már világos volt, hogy oké, egy hatalmat kaptak, hatalmat értek el, de ez nagyon rövid lesz. Nagyapám sem értette meg
ami ma is nehéz megérteni, hogy mi volt az oka, hogy ezek az emberek így cselekedtek. Mert világos volt, hogy a hatalmuk nem fog sokáig tartani. Proklamációval nagyon világosan és logikusan meg van mondva, hogy miért vége a háborúnak, miért kell átállnunk. De avval, hogy ezt megsemmisítették, az egész ország egy biztos pusztulásba ment. 6 hónapig harcoltak Magyarországon ezután, teljesen értelmetlenül. Nagypapát és a családot elhurcoltak Németországba. És ez is mutatja, hogy mennyire féltek nagyapám jelenlététől. És hát végeredményben mi is rabok lettünk. Emlékszem, amikor Kelenföldön a vasútra felszálltunk. Emlékszem, mikor felébredtem, és vagy a mama, vagy a Illa azt mondta nekem, ez Bécs. És kinéztem az ablakon, és csak romokat láttam. Óriási bombázás volt ott is. És akkor emlékszem, mikor megjöttünk Bajorországba, ebbe a Waldbichelbe, ami igazából Schloss Hirschberg volt. Hortit a németek családjával együtt egy bajorországi kastélyba internálták. A katonáknak tűzparancsuk volt, ki kellett volna végezniük a családot, amikor a szövetségesek megérkeznek. Ők azonban inkább elmenekültek. Horthy amerikai fogságba esett. Hónapokra különböző német és belga táborokba vitték. Ő mindig úgy mesélte, hogy elég zűrzavarban volt, mert az amerikaiak elvitték tőlünk, aztán ide vitték, oda vitték, oda vitték, néha börtönben volt, néha egy kastélyban. Látszott, hogy az amerikaiak sem tudják, hogy mit csináljanak veled. A történelem során első ízben kerültek egy államvezetői bíróság elé háborús és népellenes bűnök elkövetéséért. 1945. november 20-án megkezdődött a Nürnbergi per. Horthy nem volt a vádlottak között, pedig Tito szerette volna elérni. Passzív felelősséget tulajdonítottak Horthynak a zsidóság deportálása miatt, de mivel később leállította az elhurcolást, nem támogatták a vádemelést, ahogy végül Sztálin sem. Elsősorban Horthy kiugrási kísérlete és kora miatt. Industrializált embergyilkolást, amit a németek kitaláltak. A mi családunkban is megtapasztaltuk, mert Niki bácsit, mikor a Gestapo elfogta, Mauthausenba küldték. Nekem később azt mesélte, hogy a cellája alatt, vagy a cellájához közel voltak a gázkamrák, úgyhogy ő hallotta, amint az embereket kipusztították. Végre eljött Weilheimba, és egy ideig ott volt, míg aztán azt határozta, hogy visszamegy Brazíliába, ahol nagykövet volt a háború alatt. A volt kormányzó végül néhány évvel később mégis részt vett a perben. 1948 elején Horthy Miklós sürgönyt kapott, jelenjen meg Nürnbergben,
tanúként akarják meghallgatni Edmund Wiesenmayer perében. Wiesenmayert végül 20 évre ítélték, de néhány év múlva szabadult, és haláláig gazdag emberként élt. A nagymamának kétszer volt tüdőgyulladása télen, és az orvos azt mondta, hogy az ő korában ezt nem lehet elkerülni, hogy ha lehet, kellene egy melegebb éghajlatra jutni. István édesanyja titkárnőként dolgozott, és jó kapcsolatokat ápolt az amerikaiakkal. Így tudta elérni, hogy a család Portugáliába költözzön. Az amerikai titkosszolgálat hajlandó volt őt Svájcba becsempészni, úgyhogy ő papírok nélkül megérkezett Svájcban, és kezdett menni a különböző követségekre, és teljesen véletlenül az első, ahova elment, a portugál volt. A portugál kormány befogadta a családot, ezért 1949-ben diplomata státusszal költözhettek ebbe az Atlanti-óceánparti üdülővárosba, Estorilba. Itt béreltek házat annak az alapnak a támogatásával, amit a volt budapesti amerikai nagykövet hozott létre több zsidó származású magyar üzletember támogatásával. Mi alatt számüzetésben voltunk, én sose hallottam nagypapát panaszkodni arról, hogy mit vesztett el, arról, hogy mi történt vele, hogy hát elvesztette a gyerekeit, a vagyonát, a becsületét, a pozícióját és hazáját. És hogy szomorú volt, az biztos, de ezt nem fejezte ki. És a mindennapi életben ő egy derűs ember volt, ő szeretett mulatkozni, szeretett viccelni, szeretett bridzselni, és szerette az embereket. Nagyon sokan jöttek hozzánk mindig. Nagyon sokat mentünk együtt a nagypapával, mert hát ő volt akkor az apám. És amit sokszor kérdeznek tőlem, hogy beszélte nekem politikáról. A válasz az, hogy igen, megmagyarázta nekem, hogy hogy működik a demokrácia, hogy mi az a parlament, hogy miért, hogy szavaznak a parlamenti tagokra, és mi folyik a parlamentben, és hogy lesz egy kormány összetéve, és ilyen teoretikus dolgokról beszél. Már régen próbáltam kielemezni, hogy mi volt nagyapám politikai álláspontja igazán. Mert persze nagyon sokan beszéltek, és hát ezt persze a szovjet megszállásnak köszönhetjük, a horti fasizmusról. Mert hát persze, hogyha megszállunk egy országot, akkor valahogy úgy kell bemutatni magunkat, hogy mi megszabadítjuk, nem hogy megszálljuk. Most már majdnem 30 éve van, hogy az oroszok hazamentek, de a fiam szerint, aki egy informatika szakértő, azt mondja, hogy sokkal több referenciát talál az ember az interneten a horti fasizmusról, mint például Mussolini fasizmusról. Úgyhogy, hogyha az ember az interneten böngész, akkor
azt a következményt tudja az ember kihozni, hogy fasizmus az a nagyapám találmánya volt, nem a Mussoliné. Na, ez emiatt persze nagyon, engem nagyon érdekelt, hogy mi lehet az igazság. És szerintem én azt tudtam összetenni magamnak, hogy a nagypapa egy konzervatív, liberális egyén volt. És hogy ebben a dologban nagyon mély meggyőződései és értékei voltak, amiről nem sokszor beszélt, mert azt hiszem mélyebben volt, mint az intellektuális beállítottsága. És ezt abból szedtem ki, amit előbb mondtam, hogy mikor beszél nekem a politikáról, próbálta megmagyarázni, hogy kellene a politikának funkcionálni. Portugáliában hát jól érezte magát, de nagyon vágyott hazamenni. Észrevettem, hogy ő dolgozik is, nem csak, hogy sétál és nézi a partot, de otthon mindig dolgozott. Akkor írta az emlékiratait. Erre nagyon emlékszem, naponta dolgozott az édesanyámmal, aki gépelt, és a nagypapa kézírással írt, és akkor én már egy pár éve angol iskolába jártam, és mikor eljött az idő, hogy ezt angolra fordítják, akkor sokszor megkérdeztek engemet, a nagypapa, pláne a nagypapa, hogy ez hogy kell mondani, ez így jó, így jó, jól van kifejezve, és a többi. Úgyhogy akkor kezdtem tudomásul venni, hogy nagypapa kormányzó volt, és hogy ez történt, és az történt. És az, hogy a Horthy név az mit jelent, azt csak utólag vettem tudomásul. Mert amikor kezdtem olvasni a történelemről és erről arról, a internátusba jutottam Skóciában, akkor nem csak, hogy nem tudták, hogy mi az a Horthy név, hanem azt sem tudták a fiúk ott, hogy hol van Magyarország, vagy hogy van-e egy olyan ország, úgy neveznek, hogy Magyarország, az mindenki nem tudta. Úgyhogy én nekem sosem volt ez a bizonyos érzésem, hogy mi valami nagyon fontos, előkelő család vagyunk. Csak rászoktam ebből, hogy történelem az sok mindenféle van. Attól függ, hogy ki tanítja, és hogy melyik országból származik. Levelezett sok emberrel. Tudom, hogy az amerikai elnöknek írt néha, nem tudom, hogy meg volt-e győződve, hogy a leveleit elolvassák, de minden esetre írt, és egy elég hosszú levelezése volt Kállai Miklóssal is, és ezekből a levelekből látszik, hogy mind a kettőjükben megvolt ez a remény, hogy valami fog történni, hogy Magyarország megszabadul, és hogy akkor vissza tudnak menni. Én azt hiszem, hogy ő igazán azt
gondolta, hogy a 56-os forradalommal valami megtörténik, valami pozitív, hogy a nyugati hatalmak biztos fognak segíteni. Optimista volt, és ez az optimizmus, ez az októberi események következtében nagyon megnőtt. És mikor az oroszok visszajöttek és leverték az egészet, azt hiszem ez neki egy borzasztó nagy csalódás volt. Látszik, hogy kiment belőle az élet akarat, vagy az élet remény. Igazából nem volt betegsége, de pár nappal mielőtt meghalt, már nem kelt fel, és volt egy ápolónő az ágya mellett éjjel, és egy hirtelen felkelt, és azt mondta, haza kell mennünk, már vár az autó, és az ápolónő próbálta visszasegíteni az ágyba, és úgy durván eltolta, és kiment a folyosóra, és akkor a mama felébredt, és ez így mesélte nekem. És aztán egy-két nap múlva meghalt. Nekem nem az a fontos, hogy mindenki szeresse a nagyapámat. Ne, az miért? Ez nem is kell. Hanem azt, hogy tudjunk erről beszélni.